Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szexárd. www.s+cstudio.hu. Határozatképtelen volt a szexárdi közgyűlés, nem tudtak dönteni a szociális tűzifa szállítójáról. Családbarát szülészet, az alternatív szülés is lehetővé vált a dombóvári kórházban. Rejtélyes kór, betegség fenyegeti a dámszarvasokat Tolna megyében is. Új művelődési ház, logisztikai központ, a bátaszéki képviselők egyetértenek a jövő évi célokban. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A dombóvári Szent Lukács kórházban közel 50 millió forint támogatásból vált családbaráttá a szülészet, amely lehetővé teszi az alternatív szülést és az együttlétet vajudás időszakában a szülők számára. A korszerűsítés 3 hónap alatt valósult meg, és 1 hét múlva már ebben a megújult környezetben hozhatják világra gyermekeiket a Dombóváron és a térségben élő édesanyák. Elsőként kapta meg az országban a Baba Barát címet a dombóvári kórház szülészeti osztálya még 2009-ben. Ez azt jelenti, hogy az intézmény a szoptatást, a várandós gondozást, a kismamák felkészítését, valamint az újszülöttek ellátására való alkalmasságát kiemelten kezeli. Azóta több fejlesztés valósult meg az osztályon, legutóbb egy korszerűsítés történt. Országos pályázat keretében kaptunk lehetőséget, hogy egy nagyobb felújítást és bővítést hajtsunk végre. Ez területbővítést jelent, burkolatcseréket, és elsősorban a családbarát szülészet megteremtését, az apás szülés bevezetését, alternatív szülési módszerek lehetőségének biztosítását, és természetesen technikát, szülőágyat, kardiotokográfot és újszülött ilyen vizsgáló újraélesztő asztalt. Az osztályt vezető főorvos azt mondja, nagy szükség volt erre a fejlesztésre, mivel az új eszközök által kiszámíthatóbbá váltak a magzati vizsgálatok is. A szülés utáni családi intimitáshoz pedig most már megfelelő légkört is tudunk biztosítani. Szociális helyiségeink is megújultak. Mindemellett új CTG készülékek teszik biztonságossá a vajudás alatti szakszerű magzati monitorizálást, valamint terminusban végzendő magzati vizsgálatok is kiszámíthatóbbak lettek ezáltal. A szülészeti osztály korszerűsítése 3 hónap alatt valósult meg, és mintegy 50 millió forintba került. Véradásra hívják a lakosságot. Az idei 6 napos karácsonyi időszakban különösen fontos, hogy az ünnepek előtt, között és után minél többen jelentkezzenek véradásra, ugyanis a legrövidebb lejáratú készítmények felhasználhatósága 5 nap. Azokat, akik december 13 és 23 között adnak vért, egy csomag szaloncukorral, akik december 27-én, 30-án vagy 31-én nyújtják a karjukat, azokat szerencsehozó lencsével ajándékozzák meg. Szexárdon legközelebb december 13-án az Első Béla gimnáziumban és a Kolping iskolában szerveznek véradást. Évente egyébként 250 ezer ember segíti véradásával a rászoruló betegeket az Országos Vérellátó Szolgálat tájékoztatása szerint. Nem volt határozat képes, ezért nem tudott dönteni a szexádi közgyűlés abban, melyik cég pályázatát fogadják el a szociális tűzifa szállítására. Ács Rezső, Szexárd polgármestere rendkívüli képviselőtestületi ülést hívott össze, hogy az érintett családok még a karácsony előtt megkaphassák a tüzelőnek valót. Az ülésen az Éljen Szexárd Egyesület képviselői nem jelentek meg, ezért nem tudtak határozatot hozni. A közgyűlés legközelebb várhatóan hétfőn ülésezik, ott dönthetnek majd erről a kérdésről. December elején arról döntöttünk egyhangulag tulajdonképpen, hogy egy kicsit lazítunk a feltételeken, a szállítási határidők, garanciák egyéb tekintetben annak érdekében, hogy legyenek érvényes pályázatok. Ezek a pályázatok beérkeztek, és eredményt kellett volna ma hirdetnünk annak érdekében, hogy ez a fa mielőbb kikerüljön a családokhoz. Több mint 170 családot érint Szexárdon egyébként a szociális tűzifa program. Az elmúlt években is mindig igyekeztünk karácsonyot kiszállítani több-kevesebb sikerrel, most pedig esély nincsen arra, hogy karácsonyot ki tudjuk szállítani, hiszen most újra csúszás következik, közülés nem tudott dönteni.
Újra szabályozta szerdán az országgyűlés a társadalombiztosítási ellátások összes rendelkezését, egységes 18,5%-os társadalombiztosítási járulékkulcsot határoztak meg jövő júliustól, és új rendelkezés az is, hogy aki nem fizeti az egészségügyi szolgáltatási járulékát, 3 hónap után elesik a szolgáltatás térítésmentes igénybevételének lehetőségétől. Sajtóhírek szerint ők több mint 500 000 lehetnek, ez a csoport így kizárólag magánpiaci szolgáltatás. Egy műtét esetén több százezer forintért veheti majd igénybe az állami kórházak szolgáltatásait. A társadalmi kirekesztettség és az elmagányosodás az egyszülős családok legfőbb problémája. Magyarországon körülbelül 300 ezeren nevelik egyedül gyermekeiket. Rajtuk kíván segíteni az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány. Tolna megyében 2 helyen működik ilyen klub. Az alapítványt életre hívó Nagy Anna, korábbi kormányszóvivő, Szekszárdon egyeztetett a klubok vezetőivel, akik elmondták, ez ellen kívánnak tenni közös programok szervezésével, de az elérhető ingyenes szolgáltatásokat és igyekeznek tagjaikkal megosztani. Boldogan lubickolnak a vízben a gyerekek, jókedvűen falatozzák az ételt a családok. Ezek a felvételek a nyáron készültek a szekszárdi egyszülős klub által szervezett családi napon Faddon. A klub vezetője azt mondja, ezek a közös programok megmutatják, mennyire szükség van ezen hátrányos helyzetű csoport segítésére. A gyermekeiket egyedül nevelők közül sokan elmagányosodnak, mivel a környezet kirekeszti őket. Nagyon nehezen fogadják el. Nem tudom, hogy ez most a térségnek van hozzá köze, vagy pedig maga társadalmi jelenséghez van köze, talán is mind a kettő. Tehát, hogy én mindig abban gondolkodok, hogy az elfogadás szintjén ebben törekszem. Tolna megyében nem csak Szekszárdon, hanem Tolnán is működik egyedülálló szülőket segítő klub. Vezetőjük úgy tapasztalja, sokan szégyellik a helyzetüket, bár a Facebook csoportjuk 90 fős, rendezvényeikre 20 fő szokott csak eljönni, pedig ezeken a foglalkozásokon megtudhatják, milyen támogatások érhetőek el számukra, mint például a jogi és a pszichológiai tanácsadás, vagy éppen az egyszülős kártya. Minden tagunkat kérjük és mondjuk is folyamatosan, hogy regisztráljanak az egyszülős központ oldalán, hiszen ezzel a regisztrációval ők egy olyan jogosultsághoz jutnak, ami jogosulttá teszi őket nagyon kedvezményes programokon való részvételre. Az egyedülálló szülők segítése és társadalmi elfogadtatása vezérelte a kezdeményezés ötletgazdáját, Nagy Annát, aki Szekszárdon egyeztetett a klubok vezetőivel. Mikor én magam egyedül maradtam a kisfiammal, akkor azt éreztem, hogy nekem most nagyon nagy szükségem lenne arra, hogy valaki mondjon valami biztatót, valaki mondja azt, hogy egyébként ezt jól meg lehet csinálni, hogy a gyerek jól lesz, hogy én is jól leszek. És hát rádöbbentem arra, hogy nem találok semmi olyan helyet, nem volt egy olyan közösség, egy olyan szervezet, ami kifejezetten egyszülős családokkal foglalkozott volna. És amikor létrehoztuk a civil szervezetünket, akkor úgy azért jobban elkezdtem magam beleásni. Magyarországon körülbelül 300 ezer egyszülős család él, ezekben a családokban több mint 500 000 gyerek nevelkedik. Közülük 4500 családnak segített az Egyedülálló Szülők Klubja Alapítvány. A budapesti központon kívül az országban már 6 helyen működik ilyen klub. 2,8%-kal emelik a nyugdíjakat a magyar közlönyben megjelent kormányrendelet alapján. A rendelet szerint az öregségi nyugdíjon kívül ennyivel kell emelni az új év első napjától, a többi között az özvegyi nyugdíjat, a szülői nyugdíjat, a munkaképtelenségi özvegyi járadékot, de a rokkantsági rehabilitációs ellátást, árvaellátást és a baleseti járadékot is. Brüsszel megállapította, hogy gazdaságos lesz a Paks 2 beruházás, és ezt még úgy állapította meg, hogy 5 euró volt egy széndioxid kvóta, ami most 25-30 euró, tehát ez még nyereségesebbé teszi más erőművekhez képest is. Emelte ki Süli János, a Paks 2 beruházásért felelős tárca nélküli miniszter egy budapesti konferencián. Hozzátette, a brüsszeli bizottság 7,35%-os profitot számolt, vagyis ennyit fog hozni Magyarországnak az erőmű a teljes 60 éves élettartama alatt. Rejtélyes, az állatorvos tudomány által sem ismert betegség jelei fedezhetők fel a dámszarvas állományon világszerte. Ennek jelei markánsan megjelennek a dámok lapátos agancsain, így van ok az aggodalomra jócskán Tolna megyében is, ami az értékes vadállomány egyik meghatározó hazai élőhelye.
Egy a biológia tudomány számára is rejtélyes, ismeretlen eredetű betegség veszélyezteti a hazai dámszarvas állományt, amely a trófeákon is már megjelenik. A kocsolai dám vadásztársaság szokásos évvégi kiállításán is tetten érhetőek voltak, meglehetősen markánsan, a vadásztársadalmat ledöbbentő jelek. 20 darab trófeát ejtettünk el, ebből 14 darab beteg agancsú trófea. Tehát tulajdonképpen ez a legnagyobb kihívásunk, én azt tudom, a következő 5 vagy 10 évben, hogy ezt a betegséget, vagy ezt a fajta trófea felrakást megpróbáljuk kezelni, megpróbáljunk egy olyan állományt kialakítani, illetve úgy etetni, vagy úgy gazdálkodni vele, hogy ez lecsökkenjen és minél kevesebb legyen. Tolna megye méltán a csodált egyedi dámlapátosok meghatározó élőhelye hazánkban, jellemzően Tamás és Gyulai térségében. Itt már az SOS jelzések alapján szinte minden szereplő bevonásával kutatásnak is nevezhető tényfeltárás zajlik a térségi fővadász bevonásával. Populációnak a kémiai vizsgálatai, az agancsnak, az agancstőnek, a beépülések, a csontok, tehát nagyon komoly vizsgálat folyik, aminek részeredményei tudjuk, és erre próbálunk egyébként, erre részeredményekre próbálunk megfelelő válaszokat adni. Az biztos, egyáltalán nem lokális Tolna megyei problémáról van szó, országos kiterjedtségű az aggancsokon megjelenő betegség. Egyre több helyen az ország valamennyi területén jön elő, úgy Somogyba is megtalálható már, Gyulajba is megtalálható már, úgyhogy terjed, de nem tudjuk még, hogy mi okozza. Megtartotta ez évi utolsó ülését Bátaszékváros képviselőtestülete. Bozsolik Róbert polgármester azt mondta, minden ez évre tervezett feladatot sikerült elvégezni a városban, és a legfőbb eredmény, hogy az előző és az azóta újra választott képviselőtestület is fejlődési szakaszban tudta tartani a települést. A polgármester véleménye szerint konszenzus volt, és van is a fontos kérdésekben a képviselőtestület tagjai között. A jövő esztendőben a logisztikai központ befejezése mellett egy nappali ellátást biztosító központ és egy új művelődési ház építése is tervbe került az önkormányzatnál. Kell erősítsük az együttműködésünket mindazon politikai vezetőkkel, akik befolyással bírnak a város fejlesztését, ez is szükséges források odaítélésére, mert nélkülük nem fogunk tudni akár egy idősek nappali ellátás intézményt megvalósítani, de nem fogunk tudni közművelődést tenni adott esetben egy új művelődési házat megvalósítani. Több tucatnyi sportoló vehetett át elismerést évvége közelettével Bonyhádon. A város okkal büszke sportsikereire, amiből minden évben egyre több van. A már korosztályos Európa-bajnokságokon és más nemzetközi porondon is remekül szerepelnek a sportolóik. Többen eligazolnak a napokban a városból, de minden feltétel adott ahhoz, hogy legyenek követőik, akik ugyanolyan magas szinten végzik a dolgukat, és újabb Bonyhád hírnevét öregbítő sikereket érnek majd el. Igyekszik hosszú évek óta a város vezetése, az önkormányzat megtenni mindent a sikernek az érdekében. Teszi ezt egyrészt az anyagi támogatások formájában. Idén volt először, hogy a költségvetésben hosszú évek után a 24 millió forintos támogatást 30 millió forintra emeltük. Ez önmagában azt gondolom, hogy egy jelentős növekedés. Persze minden viszonyítás kérdése, hogy mi sok vagy mi kevés. Ahhoz a léptékhez mérve, amekkora városban mi élünk, és amilyen infrastruktúrális háttérrel rendelkezünk a sport területén. Én úgy gondolom, hogy ez elegendő ahhoz, hogy az itt működő egyesületek és sportszervezetek jól tudjanak működni. 20 sportág képviseletében 295 az országos diákolimpián győztes csapatok tagjait, illetve valamennyi dobogós helyezettet köszöntötte a Tolna megyei Diák Sporttanács a szokásos évadzáró gáláján a Szekszárdi Garai János gimnázium dísztermében. 20 sportágat képviselő egyéni és csapat országos diákolimpiai bajnok, illetve dobogós helyezett diák zsufolásig megtöltötte a Szekszárdi Garai gimnázium dísztermét a Tolna megyei Diáksporttanács idei díjkiosztó ünnepségén, amelyet megtisztelt a Magyar Diáksporttanács elnöke, a volt ismert sportoló
ötös a világbajnok, Balogh Gábor is. Ja, az érsport egy kicsit más, mi ugye az iskolában vagyunk ott, mi minden olyan gyerekkel foglalkozunk, aki tanulói jogviszony alapján indul valamiféle versenyen. Nálunk az ilyen versenyek azok a diákolimpiai versenyrendszerben vannak, tehát ezek a diákolimpiák. Erre azért az elmúlt 6 évben folyamatosan küzdöttünk, hogy megtartsuk ezt a rendszert, elég kevés volt a finanszírozásunk még 2012-ben. Külön van verseny a diákolimpiákon belül az élsportban szereplőknek, és külön az amatőröknek. Ez így van rendjén. Az ifjúsági korosztály kiemelkedő dombovári 100-200-as sprintere Farkas Bence iskolájának is szerzett egy diákolimpiai győzelmet. Jövőre már juniorként próbálja meg kiharcolni a világbajnoki részvételt. 221-38 a szint. Ha jól tudom, 100 méteren akkor 10-60 vagy 10-55, és azt meg szeretném azt is futni, hogyha sikerül. A Tolna megyei Diáksporttanács évvégi díjkiosztója nagyszerű alkalom arra is, hogy az egymást csak hírből vagy még onnét sem ismerő különböző sportolók személyesen is találkozhassanak. Regionális híreink következnek. Sikeres évet zárnak a baranyai gazdák, néhány százalékkal kevesebb csak az idei termés a tavainál. Ünnepi gondolatok és kulturális műsor, adventi estet tartott a pécsi polgári közösség. Ajándékoznak a baptisták, saját fenntartású iskoláik lepik meg egymást decemberben. Sikeres évet zárnak a Baranya megyei növénytermesztő gazdák, mondta decemberi értékelésében a Baranya megyei Agrárgazdasági Kamara elnöke. Az aratás termés átlagai csak kismértékben csökkentek, a vetések pedig rendben befejeződtek a szántóföldeken. Pozitív évet zárhatnak összességében a baranyai gazdák, mondta az Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke decemberben. Az időjárás kedvezett a növénytermesztőknek, bár voltak rosszabb időszakok. Majd megint augusztusban egy hőhullám hatására egy picit elszabadultak a melegek, és szeptembertől megint azt lehet mondani, visszaállt a normál kerékvágásba, és most is ott tartunk, hogy jó kondícióban vannak a növényeink, jó állapotban, igen, szépek a vetések, akár legyen árpa, repce, buzára szó, megfelelően. Jól alakultak a termés átlagok az aratásnál, majdnem hozták a tavalyi eredményt a mezőgazdászok. Kukoricából majdnem elértük a 9 tonnát, tehát azt lehet mondani, hogy az is tavaly 9,2 volt, az idén 9. A buzából tavaly volt 7,8, az idén 7,3, tehát árpából volt 7,2, most 6,8, tehát egy összességében ez az 5-10% közé tehetőek a kicsit a termés csökkenések. Ősszel 60 ezer hektár búzát vetettek. Repce 19.350 hektáron került a földbe, míg árpa 15.400 hektáron. A diákigazolványok érvényességét minden évben figyelni kell, különösen az érettségizett diákoknál az egészségügyi szolgáltatási járulékhoz kapcsolódóan. Akinek nem érvényes a diákigazolványa, havonta 7500 forint egészségügyi szolgáltatási járulékot kell fizetnie, mondta a NAV Baranya megyei sajtóreferense. A cégkapunyítási kötelezettség nem csak és kizárólag a gazdasági társaságokra vonatkozik, hanem az egyéb gazdálkodó szervezetekre is, így például az adószámmal rendelkező alapítványokra és egyesületekre is, tehát nekik is nagyon fontos az, hogy a cégkaput megnyissák, és ezen keresztül tartsák a kapcsolatot az adóhivatallal. Adventi estre invitálta az érdeklődőket a pécsi polgári közösség kedden. Az eseményen Kövesi Ferenc római katolikus plébános és Németh Norbert református lelkész hirdetett igét. Az adventi gondolatok után pedig kulturális műsor szórakoztatta a közönséget. A Viva Bacchus énekegyüttes karácsonyi dalokkal kedveskedett, de egy rögtönzött közös éneklésbe is bevonták a résztvevőket. Az esten színpadra lépett Hűvösvölgyi Ildikó, Szabó Gyula Győző előadó művész társaságában. A Kossuth Díjas színművésznő az adventhez, karácsonyhoz kapcsolódó verseket szavalt műsorában. Az ünnepségen elhangzott, az összetartozás, a béke és a keresztény önazonosság kiemelkedő szerepet tölt be Pécsett, hiszen több mint 1000 éve püspöki székhely a város. Nekünk itt különösen is fontos, hogy manapság az advent üzenetében megerősödjünk, így hívtuk az előadóinkat, akik részben a bibliai üzeneteket fejtették ki, részben pedig énekes szolgálattal vannak közöttünk, vagy pedig éppen
a budapesti színházi élet kiemelkedő művészeiként adnak itt műsort. Mindannyian valahogy az adventről, a szeretetről, a békéről beszélnek és nyilvánulnak meg. Idén egymást ajándékozzák meg a baptista fenntartású iskolák karácsony előtt a Pécsi Cserepka iskola ajándékait, a Seregélyes intézmény kapja majd meg, de az egyik pécsi osztály akár csak tavaly ezen kívül névre szóló csomagokat állít össze egy keleti városrészi intézmény óvodásainak. A baptista szeretett szolgálat 2004-ben indította útjára karácsonyi cipős doboz akcióját, melynek célja a rászoruló, árva, nagycsaládos vagy beteg gyerekek karácsonyának szebbé tétele. Az adománygyűjtés elindulása óta ma már országszerte több sportegyesület, illetve civil szervezet is csatlakozott az akcióhoz, és készít cipős dobozokat. A baptista fenntartású Cserepka iskolában már javában zajlik a gyűjtés. Az egy sajátosság ennek a cipős doboz gyűjtő akciónak most már hosszú-hosszú évek óta, hogy kialakult, hogy mi az, ami belekerülhet, mi az, ami nem kerülhet bele. Tehát játékok, ruha nemű, édesség, esetleg valami tartós élelmiszer, sem olyan, ami romló, ami veszélyes lehet egészségre, az nem kerülhet bele. Az iskola egyik osztálya akár csak tavaly, ezen kívül névre szóló csomagokat állít össze egy keleti városrészi intézmény óvodásainak, ahová főleg hátrányos helyzetű családokból származó gyermekek járnak. Réka idén 3 óvodás csomagját állította össze. Van nekem otthon nagyon sok játékom van, és mindegyikre nagyon vigyáztam, mert persze én is nagyon örültem, amikor ezeket kaptam, és mindig megkapjuk ugye Erika nénitől, hogy hány éves, és hogy lány vagy fiú az illető, és annak ahhoz mérten adjuk az ajándékokat, kiválogatok mindig plüst, barbit, kisautót, csokoládét, cukrot, ilyesmit. Édesség, játék, sapka, színező, kisautó és plüssök. Az elkészült csomagokat jövő héten a diákok és a pedagógusok személyesen viszik el a Néri Szent Fülöp katolikus óvodába, ahol már nagyon várják a gyerekek az ajándékokat. A többi cipős dobozt pedig a Seregélyesi intézménybe juttatják. És végül nézzük, miről szólt a híradó. Határozatképtelen volt a szekszárdi közgyűlés, nem tudtak dönteni a szociális tűzifa szállítójáról. Családbarát szülészet, az alternatív szülés is lehetővé vált a dombóvári kórházban. Rejtélyes kór, betegség fenyegeti a dámszarvasokat Tolna megyében is. Új művelődési ház, logisztikai központ, a bátaszéki képviselők egyetértenek a jövő évi célokban. Pénteken egy meleg front érkezik térségünkbe, élénkülő déli széllel, erősen felhős, majd borongós idő várható, délutántól egyre több felé kell esőre számítani. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb pénteken este jelentkezünk, viszontlátásra!